a víznek a szerepe és a folyóknak a szerepe ebbe a Tao King című műben nagyon sokszor előfordul, és ez is valamiféle filozófiai jelentőséget kap, és ez ő neki nagyon érthető volt, és rokon volt a saját gondolkodás módjával. Hát ugye tudjuk, azt hiszem, legalább nyolc fordítása van magyarul a Tao Kingnek. A Karácsony Gábor fordítása ebbe a sorozatba mint egy lényeges és fontos, és nagyon sok szempontból különleges fordításként kell számon tartsuk. Mikor én megismerkedtem vele, ezt többször hangsúlyozta is, hogy hát ő nem sinológus, és hát ő ugyan megtanult valamiket a klasszikus kínai nyelvből, de ő nem gondolja, hogy ő tud kínaiul, tehát nagyon tulajdonképpen szerény volt, de hát nagyon is volt véleménye a klasszikus kínairól is, meg erről a műről is. Kétségtelen, hogy ez azok, akik kínaiul tudtak, és a kínaiból indultak ki, azok az ő gondolkodás módját hát nem fogadták el jogosnak. Én most is azt gondolom, hogy vannak olyan részek, amelyek nagyon fontos, hogy ő összefüggésbe hozott, és vannak olyan részek, amiket nem lehet összefüggésbe hozni. Megbeszéltük, most nem emlékszem, hogy egyszer vagy kétszer-kéten találkoztunk, nagyon szigorúan jött, és nagyon, tehát én nem órát tartottam, én nem azt mondtam, hogy ez azt jelenti, de elég sokat vitatkoztunk ezeken a dolgokon. Olyanféle összefüggésekre hívta fel a figyelmet a kínai festészet, és a kínai festészet elmélet, valamint a kínai filozófia és a kínai klasszikus művek között, amire szintén nem nagyon van példa a sinológiában sem. Tehát ez ebből a szempontból is egy nagyon jelentős művén